Hamarosan egy 80-as évekbeli telefonfülke várja azokat, akik ellátogatnak a Békés Csabai turisztikai főpályaudvarra. Teljesen felújították, újra lett festve, és kis idő múlva elhelyezik benne az 1980-as években használt piros telefonkészüléket is. Nem fog vonalat adni, ez egy információs pont lesz, melyben a felvett anyagokat fél évente cserélik. Van annyi olyan téma, amivel amit szívesen átadnánk másoknak is, és az első téma az a Halló, itt vagyok címet viseli, és Békés megye települései fognak rajta megjelenni, mint egy 3 percbe. Egy bizonyos fokú ilyen bemutatkozó kertcsináló, hogy például az ide látogatók, tehát akik a térségben vannak, azok esetleg látogassák meg, ha útközben mennek vissza, vagy netán az itt élők, akik hú, hát tényleg milyen régen voltunk ott, vagy még nem is jártunk arra, de hát akkor egy vasárnap délután menjünk ki, nézzünk körül, mert hogy egy érdekes dolgot hallottunk, és hát az micsoda. Az első hanganyag azért kapta a Halló, itt vagyok elnevezést, hiszen korábban ezzel a címmel volt műsora hétfőnként Szilágyi Jánosnak. Sós Imre elmondta, felkereste a műsorvezetőt, és bízik benne, hogy valamilyen formában ő is részt vesz majd a projektben. Az Erge-i Fiúsági Túrasport Közhasznú Egyesület idén szeptemberben ünnepli 2 évtizedes fennállását. A jubileumra egy összefoglaló kiadvánnyal készülnek. Magam is most szembesülök azzal, hogy mi mindent műveltünk már. Most ez nyilvánvaló, hogy külső megítélés kérdése az, hogy ezek micsodák, de mi belülről úgy gondoljuk, hogy tényleg egy nagyon szép és nagyon változatos útja volt eddig az Egyesületnek, és ezt szeretnénk majd másoknak is egy kicsit pillantokba bemutatni. Meg nyilvánvaló, hogy még készülünk másfajta installációval is, amit egyelőre még nem árulok el, hiszen mélyen őrzött titok, mert ezt ilyen komoly meglepetésnek szánjuk, és információm szerint nincs még egy ilyen az országban. Sós Imre kiemelte, az elmúlt 20 év során az Egyesület indulására emlékszik vissza szívesen, amikor elkezdődött a 11 éven át megtartott evezés az élővíz csatornán. Mint mondta, büszkék arra, hogy a kajakkenu sporták hazai kiválóságainak többsége részt vett ezen a programon.